reggel Vietnám üdv a csatornán képen jelentkezik a következő csodálatos Farming Simulator 19 1 milliárd euró kihívásos videósorozattal. Szomorú, de el fogjuk hagyni ma Ansó Szeg mapot. El fogunk mindent adni igazából. Legszívesebben átvittem volna a tyúkollakat is oda, de úgy gondoltam, hogy csináljuk azt, hogy konkrétan eladunk mindent, és csak pénzt fogunk vinni. Egy olyan mapot szereztem nektek, gyerekek, hogy szerintem le fog esni az állatok. Nem is tudom, hogy egyáltalán láttam-e valakit magyar videós játszani azon a mapon, de szerintem tökéletesen szuper, eszméletlen jó. Olyan feature-ök vannak rajta, amit el se tudjátok képzelni, de nem akarom lelőni a poént. Na, gyerekek, az az igazság, hogy amit kellene csinálnunk, az nem más, mint eladnunk a gépparkot, eladnunk a földeket, és ráadásul a tyúkollakat tyúkostul együtt, de szerintem annyit meg kellene csinálni, hogy addig kellene pörgetni az időt, amíg ki nem tolják magukat a tyúkok, és akkor ugye az történne, hogy azért lenne rengeteg pénzük, mert azért még van. Figyeljetek, először is megyünk, nem így adjuk el a dolgokat, hanem vissza kell ugratni mindent, úgyhogy sajnálom, gyerekek, de várjátok, úgy nem tudok visszaugratni, hogy garázsba lépek be? Itten nincs olyan opció? Nincs sajnos, akkor úgy kell minden egyet visszalépted, nem? Hát nem baj, srácok. Úristen, gyerekek, egyébként én nagyon, egy kicsit tartok tőle. Ugye visszaállítással akarom eladni, mert akkor ugye mindenképpen jobb üzletet kötnék. Szóval, hát nem tudom, akit érdekel ez a TS leépítés, meg hogy mennyi pénz jön be, az maradjon itt. De, hát igen, mindenképp izébe akartam megcsinálni. Aha, nincs elég helyünk. Jó, hát akkor az lesz, hogy már adunk el dolgokat. Gyerekek, hát kénytelenek vagyunk. Ez így, ez van. Srácok, sajnálom mindenki. Biztos nagyon sajnálja, hogy ez így történik, de hát ennek így kell lennie. Ó, de kár, gyerekek, elbúcsúzunk, de higgyétek el, hogy olyan mapra fogunk érkezni, amitől megáll a szívetek, annyira király lesz, srácok. Először a gépparkot, amire nincs szükségünk, azt leépítjük, úgy gondolom. Próbáljuk meg úgy állítani, hogy mind a kettő eszköz ugye eladható legyen. Hát most jönni fog a pénz, azt hiszem. Eladás, igen. Eladás, igen. Oké. Okay. Már is. Nem tudom, mennyi pénzünk lesz. Na, akkor beszélek erről az új mapról, meg igazából a projektről. Az a szitu, hogy én arra gondoltam, igen, azt nem lehet fölvenni, és nem fogunk elférni, azt majd kézzel elviszem. Arra gondolt a Keeper, hogy egy olyan mapot fogok hozni magammal, mármint a következő részben már mindenképpen, ami nagyon érdekes, egy nagyon különleges map lesz, és csak pénzzel fogunk odaérkezni. És, úristen, nem, egyszerűen azon gondolkozok, hogy mit mondjak, így előjáróban arról a mapról. Az a lényeg, hogy nem csak mezőgazdasággal és állattartással lehet ott foglalkozni. Úristen, mit mondjak még róla? A sorskártyák visszatérnek egy olyan új formába, amit még biztos, hogy nem láttatok soha. A Farming Simulator világában még nem láttatok olyat, amit igazából kitaláltam, szerintem. Igaz, ez ilyen nehéz, gyerekek? Ja. Aha. Megpróbáljuk elvinni. A Farming Simulator világában tutire van, tehát a hasonlót se sorskártya ötletnek. Mármint... Fú, nem, jaj, de nem akarok róla beszélni, de meg fogtuk őrülni. Mindenképp videóban akarom bemutatni. De imádni fogjátok, én már most látom. Egy olyan különleges dolog, egy koherensen csatlakozni fog a játékhoz. Maga ez a sorskártya dolog. Figyeljetek, ezzel ide jövök, mert ugye még van vágóasztal, amit majd el kell vinni, úgyhogy azt nem ártana. Na nézzük át, hogy valahol van valami. Igen, a földeket is el kell adni. Úristen, gyerekek, olyan szintű leépítés lesz. Hát, mennyit dolgoztunk ezért, ugye? És most már hirtelen mi történik? Mindent elad a Keeper. Jézus Úristen! Igen, nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy most hogy legyen, hogy most eladjak-e mindent, vagy ne adjak el, vagy maradjon, vagy tényleg. Én arra gondoltam, hogy azért nem lett volna jó eladni mindent, mert lehet, hogy még visszatérünk. Visszatérünk ide.
De hát figyeljetek, ha visszatérünk ide, akkor lesz, az lesz, hogy úgy térünk vissza, hogy eladtunk mindent, és visszatérünk ide. De én egyébként azt szorgalmaztam, megmondom őszintén, hogy ilyen 80-90-100 részenként csinálhatnánk azt, hogy így elköltözünk új mapra. Nem feltétlenül, tehát hogyha még nem játszottuk ki azt a mapot, akkor nem. De ugye az 1 milliárd euró kihívási sorozat lehetne úgy, hogy X időközönként elköltözni valahova. Meg még egy dologra egyébként gondoltam már, mint az se lett volna rossz. Belegondoltuk, hogy úgy kellett volna elmenni, hogy csak KP-t vinni egy másik mapra, és a gazdaságunkat itt hagyni, és később akkor vissza lehetett volna térni. De hát igen, rengeteg variáció van, de megpróbáltam, hát az egyiket megpróbáljuk, mert igazából tényleg rengeteg variáció van, és rengeteg féleképpen lehetett volna ezt a dolgot, ezt a költözést csinálni. Lehetett volna úgy, hogy akár még részek közt is vissza lehetett volna térni ide, megnézni, hogy itt mi van, elrendezni az állatokat, vagy ilyesmi, tudjátok. És közben ugye másik mapon mehetett volna a dolog. Hát figyeljetek, egy gazdaság se egy országban, mondjuk, hogyha van egy ilyen iszonyat nagy gazdaság, ott az se egy körzeten belül van, hanem lehet, hogy egy más országból is kiépülhet akármilyen más rendszer, farm, bánya, bármi. Mármint egy társaság ugye nem csak egy országon belül gondolkodik. Mi meg már igazából kilőttük ezt az országot, vegyük úgy, hogy Magyarországon már egy kicsit túl lőttük. Jó, a kondort elvisszük. Meg akkor a fentet is eladhatom, az a lényeg, olyanokat ne adjak el nagyon, amire szükség van. Tehát például az ifára szükség lehet, mert ugye alul van még. Figyeljetek, igazából ezt a fentet se adom el, mert itt még mozgatni dolgokat esélyes, hogy jó lesz. A kondor. Gyerekek, mennyi pénzünk jön be? Ma 3,4 milliónál tartunk. Hát ugye közel se fog annyi bejönni, mint amennyit elköltöttünk. Azt ugye, az úgy mindenki tisztában van vele. Mivel egy az, hogy romlott az ára a különböző dolgoknak, tehát nem ugyanannyira veszik vissza a gépeket. De egyébként ezt nem is gondoltam arra, hogy én most ezt visszatermelem magamnak azt a pénzt, mert szerintem teljesen fölösleges lett volna. Mármint az nem lett volna reális, hogy most annyi pénzt kapjak vissza, amennyibe kerültek a gépek, hanem tényleg a valóságnak megfelelően. Jó, eladjuk ezt is. Hú, gyerekek, azért ez nem lesz egyszerű. Nem lesz egyszerű. 3,4. Nem tudom, hogy igen, azért néhány millió. Ja, és ott új gépek lesznek, még nagyobb gépek. Még nagyobb eszközök. Úgyhogy lehet, hogy az 3,4, meg viszonylag nagy földek, bár vannak kicsik is, és nem az ausztrál map. Úgy döntöttem, hogy nem az ausztrál mapot fogom használni, meg nem is USA mapot, hanem egy egész mást, ez meg fogtok lepődni, és imádni fogjátok én jelenben. Na, lehet tippelni, gyerekek, mennyi pénz fog bejönni ebből az egészből. Szerintem egy olyan mindent eladunk, akkor egy ilyen 8-10 milliók azért lesz. Azért az nem olyan rossz kezdésnek. Már az 1 milliárdtól azért elég össze van, ugye? Oké. Itt még mi van? Itt van a Combine, itt van ez. Ezeket is elviszem eladásra. Úgy gyerekek. Igen, egyébként tudom, hogyha ugye van benne anyag, azt is bukom. Mindjárt nézzük a földeket, és amik nem kellenek, azokat is eladjuk. Mindenképp gameplaybe akartam ezt megcsinálni, lehetett volna úgy is, hogy ja, oké, megtörtént ez. De legalább így látjátok, hogy abszolút nem csalok, meg hát közben dumálgatunk egyet. Hát ilyen 100 000-et bukok ilyen félmilliós gépen egyébként. Most hogyha van 10 darab félmilliós géped, akkor ott 1 millió már megy a levesbe. Hú, nagyon várom egyébként a következő részt. A következő rész az már holnap föl fog kerülni. Megpróbálom már reggel feltölteni, lehet, hogy dupla részre fogok jönni, egy reggel és egy este. A megérkezés, megmutatom a mapot, mert tényleg nem láttam egyébként még olyan embert, aki játszott volna vele így. Hogy mondjam? Nem volt még valami? Nem volt még valami. Jó, nézzük még, mink van. Őt is visszaállítjuk, oké. Okay. Itt is vannak, de majd itt el fogunk adni dolgokat. Őt is visszaállítjuk, nincs rá szükség. Oké. Okay. Az állatokat nem akarom ellátni már.
Az a lényeg, hogy most már nem lesz szaládba. Amit még pénzt kihoznak, az oké lesz. Nem fogom tisztítani a helyét se. Ami még kijön belőlük, én már dolgozni nem fogok ezen a mapon. Az a lényeg, ez még maradjon itt. A kaszát, nem fogok kaszálni, nem fogok kaját hordani nekik. Ez a rész az a lényeg, hogy ebben a részben le lesz szépítve a dolog. Hát tudom, hogy egyébként elkezdtük a marha istálót, de én úgy gondolom, hogy figyeljetek, a következő részekbe ez folytatódni fog tovább. Úgy gondoltam, hogy egy csavart kellene belevinnünk azért ebbe az egész projektbe, mert ne laposodjon el annyira ez az egész történet. Itt még van valami. Na jó, majd ráugratunk, aztán akkor majd meglátjuk, jó? Mindjárt megyünk a bolthoz vissza. Ú, gyerekek, mi van itt? Isten! Jaj, Sagyi! Na, ne a leghátsóval kezdjük lehetőleg. Figyelj, itt van egy challenger. Vigyük ezt. Úristen, gyerekek, halljátok? Azért egy gépparkot kialakítottuk, egy 80... 88, vagy azt hiszem, hogy 88 rész alatt elértünk ennyi dolgot. Azért az nem rossz, tényleg ahhoz képest, hogy kezdtük, ugye? Mert eléggé szor állapotba indultunk neki ennek az egésznek. Figyeljetek, elvisz a vére ezt. Okay. Mármint ugye vörörezhettük a krumplit, meg mit tudom, lapátoltuk, meg kézi szerszámokat használtuk, meg egy darab 50-es MTZ-vel álltunk neki a projektnek, szerintem ahhoz képest ez nem volt az annyira rossz. Én úgy érzem, én büszke vagyok magamra eddig. Oké, eladjuk a izét is, őt is. Oké. Gyerekek, már 5,3 millió, a végén még túl sok pénzük lesz, nem? De higgyetek el, nem lesz túl sok pénz, mert fogok belevinni egy elég brutális feature-t az egészbe. Ilyetek, ezt tekére vinni itt arra. Na. A hármas goalfield variantot egy kicsit megnyúztuk. Oké. Szevasz, Pent! Most már te is lent vagy. Hol rakja ezt a sok gépet, mi? Oké. Vigyük őt is. A bányagépet. Itt ő is, ővel is elférünk itt. Már nem sok van vissza, gyerekek, utána eladjuk a földeket, belepörgetünk az időbe, a tojást eladjuk, meg hasonló dolgokat csinálunk. Abból azért még bőven jönni fog pénz, nem is kevés, majd meg fogjátok látni. Oké. 5,7 millió van. Nem rossz, gyerekek, nem rossz. Na, akkor itt mit kellene csinálni? El kéne vinni a hamstert. Ez a kis fentet, hát kicsi a kis fentet, hülye vagy? Ezzel a fentel gondoltam, hogy itt elmozgatom itt a dolgokat. Itt ez a hamster, ez nem sok pénzt fog hozni. Nem baj, minden pénzre szükség lesz. A sorskártya, az meg lesz egy kicsit bolondítva, de nagyon durvár. Felejtsétek el azt a sorskártya metódust, amit eddig használtunk, egy egész más fogunk használni. Egy játékba integrált rendszert fogunk használni, ami... Fú, de basszus, nem tudom mit... Figyeljetek, nézzétek meg a holnapi részt. Hogy mekkora dolgot találtam ki. És ez nem, mit tudom én, ez nem izé akar lenni itt, hogy most húreklám, meg hogy ilyen clickbaites dolog. Nem tényleg, a játékon belül sikerült egy olyan dolgot összehozni, ami szerintem iszonyatosan jó, szóval így kapcsolódik ugye a játékhoz. Jó, ezt Dollyval együtt lerakjuk, mert volt ott még egy Dolly. Okay. Dolly. Hát abból nem kerestünk nagy pénzt. Ilyen 60 perceket volt, vagy 6-10 órákat volt jobban mondva inkább használva ez a tartálykocs például. Hát a kilométerek nem mentek bele. De már 6 milliónk van, gyerekek, azért az jó. És pontosan ugyanannyi pénzzel fogunk ott indítani a következő napon. Meg fogunk érkezni konkrétan egy ilyen utazási irodába, egy darab gatyába.
le fogunk szállni a reptéren, és onnan fog folytatódni, gyerekek, mint a valóságban, ahogy éppen megérkeztük. Mint ahogy az állarcba, ki volt az, basszus, elfelejtettem a nevét. Ki volt az az állarcba, az a srácsók, a gyerekek, a Castro Troy. Úgy fogunk a repülőgépről leszállni, gyerekek, lobogó kabáttal. Okay. Ez is 0,4 üzemórát ment. Jó, a traktor még itt maradt. Nem mondjuk azokat is. A gyerekek, ezek nem nagyon hozzák a pénzt, hogy mindig 5,8 millióra vagyok. Úristen, hogy bekoszosodott a belsején. De jó. Sőt, ugye egyébként egy opcióna, még arra is gondoltam, hogy azt is meg lehetett volna csinálni, srácok. És képzeljétek el, hogy még azt is lehetett volna, hogy Farming Simulator 22-ben folytatod a sorozat. Mert ugye most tényleg akkor meg lett volna az, hogy elköltözünk, de ugye 22-ben folytatod volna. Úgyhogy így konkrétan bárhol egy át lehetett volna illeszteni ezt a sorozatnak folytatását. De szerintem az, ami most fog jönni, azt tetszeni fog nektek, hogyha, meg nekem is egyébként, de nem azt mondom, hogy ez az utolsó váltás, úgyhogy még itt fognak történni dolgok. Na, igen, van itt egy Challenger, ezt jó, nézzük, hogy hol van. Ez ugye a közepén van ennek, e? Oké, szállítás, oké. Volt itt egy az. Oké, okay, ebben nem volt már semmi. Nézzük meg, még van-e. Igen, az IFA van. És ennyi volt, gyerekek. El is paze! Az egész gépparkot leselejteztük. 6 egész... nem tudom hány millió. Azt hiszem, hogy volt 1,5 millió még elragva. Mindjárt eladjuk a izéket is, a földeket. Igazából a sorskártyák abban a formában, amivel léteznek, ugye egy idő után teljesen súlytalanná váltak. És ezért mindenképpen akartam egy kis reformálni ezt az egészet, és azt hiszem, hogy sikerül. Egyébként Ferike haverommal rúgtuk össze a fejünket, hogy hogy lehetne ezt itt megreformálni, és őnek jó volt az ötlete. Hogy hát mondjuk ez most konkrét, egyébként őnek nagyon jó ötletei vannak, most konkrétan én találtam ki a mostanit. Jó, figyeljetek, akkor ezt is eladhatom. És jöhetnek a földek, és jöhet az időpörgetés. Az IFA az azért kellett, ugye, hogy ki tudjam mondani esetleg még a... De figyeljetek, az a lényeg, most addig csináljuk, amíg jobb oldal föl, ki nem írja bármi, addig pörgetjük, ki nem írja bármi, hogy mit, nem fér el valami. És akkor onnan fog folytatódni. Oké. Okay. Na, és akkor csak az IFA van. Szuper, ez egy jó dolog. Jöjjünk a földekre. 11-es föld eladás. Okay. 10-es föld eladás. 9-es föld eladás. Jó. 26-os föld eladás. Jó. 41-es föld eladás. Jó. 40-es föld nem adjuk el. 42-es föld eladás. 36-os föld eladás. Jó. Ezen nekem azt hiszem, hogy nincs semmi. De mondjuk ez 406-ot ér. De mindegy. Várjál, lehet, hogy van. Meg kell nézni a tárgyakat, mert abból is vannak itt. Ugye? Jó, rengeteg palit. Igen, igen. Nézzük, akkor ólak egyelőre maradnak. Ezt viszont eladom. Jelenek használatban. Jó, van benne egy marha? Azokat külön kell eladnom? Nem fogja tudni engedni? Az ugye érdekes lesz. Na mindegy, akkor lehet, hogy az ólak maradnak? Meg az a terület, ami... Hát akkor lehet, hogy az marad, gyerekek. Siló, eladás. Oké. Okay. Mixing station. Eladás. Munker Siló, kicsi, elkelt. Ezek mondjuk 4000-et érnek, érted? Ez
Nem nagy értelme volt. Lehet, hogy az ólak is, ami... Hát lehet, hogy azt meghagyom, gyerekek. Lehet, hogy azt meghagyom, és akkor, hogyha visszatérünk, akkor azért nem kell újraépíteni. Figyeljetek a... Nem tudom. Az a baj, hogy a földet gondolom eladom. Akkor adnak miért? De most ezeket is miért adom el, amik 2000-be fájnak, érted? Nem sok értelme van, nem? Na mindegy, most már belegáztam, eladom, de nem sok értelme volt. Most ilyen 2400-at érted nyerek rajta, ezt itt adogatom el. Akkor már maradhatod volna itt. Na mindegy, most már elkezdtem, most már eladom. És itt már nincs is több. Oké, okay. Mi van még? Rampák. Maradjanak ott a rampák, maradjanak, eladóhelyek maradhatnak. Jó, betonfal maradhat. Figyelj, ezeket nem érdemes eladni. Ez viszont ezt az old house-t, ezt eladjuk. Jó, és akkor igazából maradhat. Figyeljetek, akkor az lesz, hogy így van 9 millió. Az ólak. Azt hiszem, hogy ólat nem fogok tudni eladni, úgyhogy benne van a csirke. Most én egyesével eladjam a csirkéket, gyerekek. Nincsen itt nagyon létjogosultság a földeket, nézzük meg még. Igen, a 36-os föld, azon is rajt vagyok, az a baj, ezen viszont nincs semmi, ezt eladhatnám. De minek adjam el, amikor 200-at ér? Jó, mindegy, eladtuk. Figyeljetek, ha három telep, ahol van, akkor az meg fog maradni, jó? Ennyi, erre gondoltunk. Pörgetek az időbe, de viszont beállítom azt, jajjaj. Várjátok gyerekek, most van baj. Mert azt hiszem, hogy valami nincs bekapcsolva. Úgyhogy itt maradtok velem egy kicsit, jó? Mindjárt játékmentését nyomunk. És nyomunk egy kilépés a játékból, ha valami történik. Na! No! Egyébként néha úgy megakad, nem tudom miért. Például most miatt a tököm van. Na végre. Milyen fura dolgokat csinál a játék egyébként, tényleg. Mi van ma? Komolyan! Menübe akarok belépni, miért szarakodik? Na végre. Kilépés a játékból, visszajövünk. Mert nincs bekapcsolva egy dolog, darab dolog nekem, és az mindenképp kellene. Az, hogy tudjak gyorsabban pörgetni időt. Bár, igen, aludni lehetett volna, de azt meg ugye nem mindig lehet, úgyhogy mindjárt ezt meg fogjuk csinálni, srácok. Mentettünk egyet, úgyhogy nincs egy semmi gond. Na, kilépezz még máma, gyerekek. Mi a szar van egyébként ez a játék? Milyen furcsa dolgokat tud csinálni. Hát remélem, hogy valami azért már lesz. Na, lépjél ki, komolyan mondom. Ha játok ez a játék, ne olyan érdekes dolgokat csinál. Meg az a durva, a Farming Simulator 22 az már nem csinálja ezt, és ezt tök pirom benne, hogy nem csinálja azt, hogy ő, amikor így kilépsz, vagy belépsz, mindig asztal újra tölt. A Farming Simulator 22 sokkal gyorsabban működik ebből a szempontból, mármint most ez a Farming Simulator 19 azt csinálja, amikor kilépsz magából egy játékból, hogy újra betöltődik maga az egész játék. És ez akkor is csinálja, hogyha például valamilyen grafikai váltást eszközölt. És ez egyébként ez egy őrület, ez szörnyű. A 22 ez sokkal jobban meg van csinálva ilyen szempontból. Na. Talán betölt, meg iszonyatosan sokáig tölt be. A 22 szintén, ahhoz tudom hasonlítani, a 22 az fele, negyedelnyi idő alatt tölt be. És ez mind kizárólag programozási hiba, optimalizálatlanság, engine-nek ugye nem megfelelő működését sem miatt van ez így. A 22-ben már jóval, sokkal jobban megoldották. Nem egyik tart rohadt betöltési idő. Jó, egyébként az is számít, hogy iszonyatosan sok, nem is tudom, 9-10 giga
9-10 giga morom van benne, azt is ugye meg kell neki mindig bakiznia, minden egyes betöltésnél, azzal van, kell valamit csinálnom, csak az a baj, nem tudom arra valamilyen metódust ki kéne találnom, hogy van vagy 10 giga modom, amiből használok vagy kettőt. Csak ugye, hogy tudom visszaválogatni, hogy melyiket használom, melyiket nem, úgyhogy ne 3 évig tartsak. Úgyhogy ezzel egy kicsit problémás vagy sem vagyunk. Na, ugye azért nem volt bekapcsolva, sajnos, ugye mutatom, hogy mi, ez az Easy Development Controls. És emiatt, sajnos, nem tudtam volna gyorsan pörgetni az időt, elnézéseteket kérem. De most már semmiképp nem akarom újrakezdeni ezt a videót, ezt letudjuk. Ja, akkor ízét ezt kiszedjük még, jó? Belepörgetünk addig az időbe, hogy a tojás el legyen adva. Hát figyeljetek, ugye arattunk két részen keresztül, vagyis volt 41-est megmunkáltuk. Elvetettük, srácokkal learattuk, behortuk, akkor azt, annak a hasznát már mindenképpen tudjuk hasznosítani a következő mapon. Akkor szerintem így bőven 12-13 millió összeggel tudunk nekivágni a következő mapnak. Ja. Igen, valószínűleg a reggeteg mód egyébként ez közre játszik, hogy ilyen rettenetesen lassan tölt. Remélem, hogy nem akar meg a beszélem, miközben itt töltődünk befele. És az, hogy nem vágtam meg ezt a videót, mármint hogy így ilyen formában találjátok, hogy nincs kivágva ez a rész, amikor kibetöltök, az amiatt van, mivel hogyha nekiállok most még megvágni, akkor azt ma nem töltődne fel ez a videó, mert ezt a videót egyébként ma 11 óra 26-ban, amikor veszem, ugye, hogyha most elkezdem konvertálni, vágni, akkor ma szombaton nem kerül fel, és azt szeretném, hogy ha vasárnap már mindenképp elköltözött állapotban legyünk. Jó gyerekek, ne haragudjatok érte. Na, indulási van. Igen, valószínűleg sok mód egyébként ez megzavarja. Na, jó. Igen, akkor most már tudunk, és be is állítom egyébként azt, hogy a gyors pörgetés, hol van? Hol? Nem, ez a sebesség. Milyen gyorsan tudjuk pörgetni. 4000-es sebesség, jó? Oké, és akkor pörgessünk addig, mindig, amíg nem írja, hogy valahol megteltett a dolog. És nem számít, hogy mennyire... ez nem az volt. Nem számít, mennyire fogjuk eladni, nem számít semmi, csak az a lényeg, hogy adjuk el, jó? Pörgessük ki az összes helyről. Hopp. Most jó, az nem az. Na lényeg, elkezd írogatni, abban a pillanatban megállítjuk az időt. Remélem nem esőbe kell pakolnom, de milyen szerencsém van, biztos esőbe kell. Ez még mindig nem az volt. Oké. 9 milliónál vagyunk, úgyhogy nem olyan rossz. Lehet, hogy délig telepörgetek, így, és akkor megnézzük, hogy végig is hogy állnak a dolgok. Jó, srácok? Itt valami ezeknek nincs, úgy látom. Jó van. Akkor itt ezt nem kell várni rá, legalább. Igen, lehet, hogy nincs kajájuk, vagy pedig megtelt, akkor csak a tyúkokba szállíthatók. Nem, ugye megnézem, a tyúkok azok hogy állnak. Igen, jó, oké, pörgethetünk bőven, jó, nincs is semmi baj, gyerekek, pörgethetjük bőven az időt. Amint kiírja valahol, hogy nincs hely, abba a pillanatba állítsuk meg, és akkor kiszórunk mindent. Hogy azért, ha már amit beterveltük kaja, az nem az volt, az jöjjön vissza bőven. Nem tudom egyébként mennyire fog bőven visszajönni, de ez se az. Nincs több hely, csirke, oké, ez egy jó dolog. Most akkor végigmegyünk, és akkor ahol van, hát figyeljetek, ha már egyszer, akkor szórjuk ki mindenhonnan, én úgy gondolom, és akkor megnézzük. És egy olyan hely, ahol nincs kaja, oda kirakok egy raklapot, hogy tudja, hogy oda nem kell venni, jó gyerekek?
Úgyhogy ezt valahogy így fogjuk megoldani, vagy pedig áthordjuk onnan a raklapokat, mert ugye van olyan hely, ahol nincs kaja sajnos. Ó, gyerekek, jó lesz ez. Azért itt fog jönni a zsetón. És egyébként mennyire nem akad már, ezt észrevettétek? Látjátok, amikor már a gépek, a rengeteg gép az, ami akasztja, nem is az ólak. Látjátok, hogy nulla lag van konkrétan? Ó, itt nincs kaja. Konkrétan nulla lag van, és akkor ezek szerint nem az épületek akasztanak, meg nem az ólak, de nézd, tényleg nulla, hanem mindig akkor a gépek. Most már akkor legalább ez így tiszta számunkra. Úgy gyerekek, ha játszok itt, borzasztom sok. De utálom egyébként, hogy nem fogja meg. Borzasztó sok pénzebből még kijön. Úristen, srácok! Úristen! Ezt kontrollálatlanul... Fú, mennyi pénz ez még? Nincs, hogy időnk, hogy ezt mind kivárjuk, hogy ennyi pénzünk bejöjjön. És kiszávoljátok, nézzétek, még nagyon sok van a tárolóban. Mármint ugye a csirkeólaknak a silóiba. Még rengeteg gabona van, mindjárt megnézzük, hogy kb. Mennyi fogyott. És akkor meglátjuk, hogy kb. Mennyi pénzt szok bejönni. Sajnos ugye minden egyben nem raktunk, hát ott nem fog termelődni, annyi az egész. Annyi baj legyen, srácok. Ó, és olyan durva, hogy nem akar. Ó, itt voltak bajok már. És már 1 milliót összeszedtünk ezzel, hogy kiszórtuk el. Figyeljetek, belepörgettem az idővel, 5 perc alatt kerestük egy pénzt, úgyhogy azért érdemes ezt így megcsinálni. Szerintem itt nincsen. Mondjuk látni a tárolóba egyébként ugye, bele lehet látni, hogy mennyi az annyi. Ha rengeteg gép az volt az, amelyik lagoltatott, vagy pedig olyan valami modolt gép, vagy nem tudom mi volt, amelyik ette. Mert így most körülbelül nem tudom hány, de szerintem ilyen bőven a 60 FPS megvan. Így is az ólak között is, azt akarom mondani. Úgy gyerekek. 10 millió van már, azért legalább lesz miről gazdálkodni. És azt csinálom, hogy az ólakat, meg a tyúkokat, meg ezeket a birkákat, azokat hagyom. Hogyha esetleg vissza akarunk jönni, erre a mapra, vissza akarunk költözni, a legvégén mondjuk, amikor meg lesz már az 1 milliárd környéke, akkor figyeljetek, meghagyom ezt a mentést, és akkor olyan ment, hogyha vissza tudunk, és peckó szépen költözni, tényleg, ez úgy fog működni. Na, mindjárt megnézem ezt az oldalt is. Ebbe elvileg nincs, ugye belelátsz kapásból, ebbe sincs. Jó, sem, nem gond. Ebbe sincs. És ebbe sincs. Nagyon jó. Jó van, gyerekek. Vissza kell gyorsan szórnom. Aztán már mehet is a buli. Néha miért engedi el? Így. Ide kettő. Oké. Megnézem, mennyi fogyott el belőlük, és akkor látni fogom. Hogy figyeljetek, hát egyharmad elfogyott, szóval szerintem még egy ilyen 2, maximum 3 pörgetésnyit tudunk vele csinálni. Szóval azért annyira hatalmas nagy összeget nem fogunk tudni kiszedni. Hát azért figyeljetek, mennyi. De még van, jó. Miért nem fogod meg? Itt ide 3-at kell, mert ugye mind a 3-at kivittük. Igen, hát azért szerintem egy ilyen, még egy ilyen 10 millióra legyen, 13 millió, 14 millióra föl fogjuk dolgozni, ami azért nem olyan kevés. Úgyhogy érdemes, nem, srácok? Kiszednünk. Figyeljetek, a következő mapon azért elég jól fogunk kezdeni, és azt fogom ott szorgalmazni, hogy mindenképpen lehetőség szerint nagy gépekkel, egy egész másfajta megközelítésbe fogunk dolgozni, majd meg fogjátok látni, hogy miket lehet ezen a mapon csinálni, mire van kihegyezve az a map, mert tényleg egy egész más, egy elég érdekes rendszer lesz, és ahhoz is kell ugye képeket venni, tehát nem csak mezőgazdaságot fogunk
művet csinálni, hanem más dolgot is. Na gyerekek, mindjárt beszórom, azt már pörgetem az időt, addig ugye nem igazán érdemes, hogyha egyszer nincs mire leraknod. Itt csak, ja ott a harmadik, azért mondom, hogy csak kettő raklap volt. Jó, viszont most kb. Egyszerre fognak megtelni, mert most ugye volt fönt, amelyben csak kettő volt, kettő raklapnyi, itt meg már három, úgyhogy kicsit hatékonyabb lesz. Figyeljetek, az a lényeg, hogy fogyjon ki az összes gabona. És akkor úgy látom, hogy a birkák azok nem fognak már termelni, mert ugye koszos lett ugye a vályójuk, visszakérőzték, vagy nem tudom, azt ki kellene pucolni. Hát ugye mondtam, hogy mi nem fogunk már ilyennel foglalkozni itt. Hanem az a lényeg, hogy minimál munkával nyerjük ki az összes pénzt ebből a vállalkozásból, amivel ugye el tudunk indulni a következő napon. De hát ezt már elmondtam egy csomószor. Bocs, ha ismétlem magam, csak most rá vagyunk függve erre a dologra. Nagyon-nagyon! Én azt említem egyébként, hogy miért nem egyformán termelődnek ezek a tojások. Mert leginkább nekem azt úgy tűnik, mintha nem egyformán termelődnének. Nem, srácok, hogy nem értem. Mármint valamelyikből kifogyott mind a három, valamelyikből meg csak kettő raklapni. Meg mi az a négy raklap? Be van egyáltalán? Jó, hát most akkor nem rakom be mind a négyet, nem? Tök fölösleges. Hogy? Mert az idős srácok ezerrel. Oké, abból mondva 4000-rel. És legalább 3 nap volt, amire megtellett. Még amikor 4000-re pörgetem az időt, még akkor sem nagyon lagol ilyenkor. Na, 10 millió gyerekek. 10,3 millió. Mindjárt tudjuk nézni egyébként a tojások, hogy hogyan termelődnek. Ezt akkor rá tudunk készülni. Ó, hát nagyon sokat kell pörgetni. Jó van, gyerekek. Itt tök jó, mert így látod, hogy mégis mire számíts. Toljatok tyúkok ezerrel. Nézzük, mennyi kajájuk van. Most azt hiszem többet tudunk pörgetni egyébként. Aha, valamiknek csak 5000 van már. Ki fognak fogyni? 10000, figyelj, 11000. Ó, jó, nem lesz ez olyan veszélyes. Jó, kiszórom, hát akkor nem fog annyi lenni, 13 millióval számolok, hogy annyival fogunk neki tudni indulni az következőnek, az meg azért nem lesz rossz. Jó, itt már, oké. Lassan ki fogja írni, figyeld. Ki kéne írnia? Aha. Elkezdte potyogtatni ide, akkor már ne potyogtassa, akkor nyomhatjuk kifele megint. Hii, de viszont most már 3 raklap az mindenre, ova. Na nézzé, tesó. Na nézzé. Gyerekek nagyon jó, nem? De nagyon jól nyomjuk. Figyelj, menjünk még itt, mert itt nem sok van. Ó, itt ez szerintem ki is fogyott egyébként. Nem minden egyébben volt, ugye maxos töltve. És akkor, hogyha visszajövünk, esetleg erre a mapra, ha nem számoljuk fel az ólakat, figyelj, ez így jobb is. Akkor vissza tudunk jönni esetleg a hagyomány tisztelet éve. Visszaérkezünk ide. Itt nincs. Végigmegyek ezen a soron, azt akkor tudom, hogy csak a másikon kell visszafele jönnem. Azt hiszem, csak az utolsóval lesz. Ú, de jó, hogy nem lagol, de furcsa. A rohacsok gép, gyerekek. A rohacsok gép csinálja. Minél inkább le kell redukálni a gépeknek számát, meg olyan stabil modokat használni, amik nem lagoltatnak fölöslegesen.
Bár mondjuk lehet, hogy úgy fogunk ide visszajönni, gyerekek, hogy izé leszünk, már multimilliómosok. Mondjuk multimilliómosok most is vagyunk már. Azért 10 millió euró, ez nem kevés, hallod? Ez ilyen mennyi? Az 5 milliárd? 5 milliárd forint? Mennyi az? A lószart. Hogy igen? Hát 1 milliárd, vagy 1 millió euró, az 400 millió forint. Gyerekek. Van 5 milliárd forintunk van. Már milliárdosok vagyunk, ne viccelj. Nem milliósok, milliárdosok. Csak ugye nem forintba számolja, hanem euróval. Nem olyan rossz azért, nem olyan rossz. Baza, én meg 1 milliárd eurót akarok összeszedni, tehát 400 milliárd forintot? De most, hogy belegondoltok, és van már 5 milliárd forintom, és 400 milliót, akkor az nem is olyan rossz arány, nem? Nem is olyan rossz. Százszor ennyit összekapok, azt már meg is van az 1 milliárd euró. Már túl is szárnyal. Százszor ennyit. És az igazából nem százszor ennyi rész, mert ugye minél több dolgot csinálsz, minél előbbre ész, előbbre vagy, annál több pénzt keresel. Mi ugye egyre több olyan dolog van, amivel pénzt tudsz keresni. Termelni. Ugye az első időben mondjuk még kerestél egy részbe 1000 eurót, egy valamelyik részben meg már keresel 5 millió eurót, meg egyre többet. Gyerekek, mondom, egy ilyen 13 millió biztos, hogy lesz euró, annyival elindul. Viszont az új sorskártya rendszer az nagyon durva lesz. Az tényleg nagyon durva lesz, arra kapaszkodjatok, az kevés lesz. Jó, visszaszórjuk, hamarosan. Szerintem kb. Még egy pörgetésnyi dolog lesz. Utána, amikor nem, egyszer nem bírja el valamikor. Na akkor 3-3, most már mindenhol 3, nem 2. Nem úgy. Tökéletes, ezt megtoljuk őket. Az a baj, nem tud áttolni, mert küszöbb van. Ez egy kicsit kellemetlen. Na! És még egy időpörgetés körülbelül, most akkor 13 millió euróval. Azt a gyerekek. Azért nem is olyan rossz, nem? Nem is olyan rossz. Azt mondom, hogy ez nem rossz. Na itt meg mi van? Nem akarjál adni. Nem veszik meg a tojást, mert figyeljetek, azért eladtam most, mennyit? Eladok ilyen 3 millió eurónyi tojást. Ez olyan, mint hogy eladnék. Sok milliárd forintnyi tojást. Akkor számoljátok ki 100 forint tojásával, hát hány darab tojás ezt a... Édes Istenem. Hogyha elkezdünk tyúkokkal foglalkozni máshol is, mindenképpen is írta is valaki, és én is abba gondolkozok, hogy azt kellene csinálni, hogy olyan tyúkolat, amelyiknek kín van ez a paletta, mármint az, ahol termelődnek a tojások, ez kívül legyen, ne belül, mert ettől megvadulsz. Mert akkor ugye föl tudod szeretni, hogy valami bármit tudsz vele csinálni, de hogy így belül van, ez így nagyon kellemetlen. Az elsőre egy jónak tűnt, jó ötletnek tűnt, aztán annyira mégse olyan jó ötlet. Legyen neki jó nagy, meg kívül legyen, az a lényeg. Ezt. Úgy. És azzal betoljuk. Ó, gyerekek, nagyon megy már, hallod? Úgy. A dobozokat, azokat szerintem ott fogom hagyni. Azokat nem fogom én itt egyesével pakolgatni. Úgyhogy az lesz majd. Ha véletlenül nagyon csóról sikerül visszajönnünk, akkor valami lesz. Tudunk eladni egy-két doboz tojást.
Na. Betuszkolja a Keeper. Úgy. Oké. Okay. Ezt visszahajtjuk. Ezt berakjuk. Ezt berakjuk. Hú, ecsőn focsig a gyerekek! Ez nagyon kemény. Azért nem kevés munka ez, és ezért lenne jó tényleg, ha kívül lenne. Na, meg ugye ezért is még a gyapjút is el kéne adni, de abból nem sok mindenre számítok, mert nagyon koszos az aljuk. Elég hamar, meg se tellettek a raklapok, ugye? Ami elég nagy szívás. Így nem tudod áttolni, mert pont van egy küszöb. De ha kívül lennének, látod milyen jó lennének ezek a... Ez a tyúkolrendszer, ez nekem nem tetszik. Lehet, hogy fogok tyúkolat, mert... megnézzük, mi a legbigebb. Gyerekek, hogyha megtennétek, hogy nézzetek nekem valami tyúkolat, ami extrém nagy. Ennél nagyobb. Ugye természetesen azokat is el kell látni, szóval nem lesznek csitesek. Csak nagy, nagyon nagy, ennél nagyobb, ezek 500 félvejesek. Legyenek ennél nagyobb tyúkolak. Ha valaki tud ennél nagyobb tyúkolakat, olyat, amelyik értelmesen is néz ki, azért ne legyen valami nagyon csúfos. Jó, elakadt a másikba. De jó, hogy itt kell lennie annak a idejnek. Üres, egy darab raklapnak az a szívok itten. Menj innen el, üres raklap. Oké. Okay. Pörgetés! 4000 szeresen. Megyünk megint oda a végére, ott kezdjük. Jó? Gyerekek, szinte látni, hogy fogy, nem ez a izé? Szóval, oda néz, azt a betyár. Jó, van semmi gond. Fogjon el, azért van. De egyébként lesznek olyanok, amik már szerintem kifogytak. Tehát ezen az oldalon volt, amelyik nem volt fúra töltve. És azok ki is fogynak. Ebben is volt például, és már nincs. Úgyhogy azokkal már nem kell vinkódni. Na, hogy állunk, gyerekek? Hogy állunk? Ugye ezeket így bele lehet dobálni, csak az a baj. Szokott bugolni a kéz. Ez a kéz, úgyhogy ez nem biztos, hogy jó ötlet. Na, oké, srácok. Mindjárt ránézek az állatokra. 1000 liter, 1000 liter, 1000 liter, 1700, 1600, figyeljetek. Ugye ki fognak fogyni, ki fognak fogyni. 1000 liter van bennük, úgyhogy itt lesz a vége, gyerekek! 500 liter van bennük, 400, 300, 200, 120, és vége, és kifogyott az összes. Kifogyott az összes. Ó, de várjál, nincs hely, azt írja. Csak legyen reggel, azt akarom. De szerintem egyébként kifogytak, úgyhogy lehet, hogy írja, hogy igen, ez kifogyott, látod? Mert ugye nem is termelő többet. Na, akkor gyerekek, itt a vége. Fuss el véle. Az lesz, hogy ezeket kiszórja a Keeper. Érdekes, ezt rosszul rakta oda. Ez is kifogyott. Itt mi történt? Mi folyik itt gyöngyösen? Ez is kifogyott, ugye? Jó, semmi gond, gyerekek, semmi gond. Ez van. Mindjárt jön az airdrop, gyerekek. Tehát jön, talán egy 13 millióra föl fogunk menni. Itt azért vannak. Ja, mert nem jó helyre raktam, vagy nem tudom, hogy sikerült ezt ide raknom, és amiatt volt az a problémája. De szerintem egyébként ki is fogytak. Ugye ránézek, hát ez üres. Jó, a dobozos áru ott marad. Ezt elengedjük. De a tojás állára rá sem merek nézni egyébként, hogy mennyibe megy, mert mondjuk ránézek kíváncsiságból, mert szerintem nagyon brutálul le van nyomva. Hát valami 4000-5000 fölött is van valami kedvevő helyen. Ugye érdemes lenne nézni, hogy melyik és oda vinni, de hát most tényleg nem akarom húzni már az időt. Ennyi pénz kezdésnek tök jó lesz, amúgy volt bőven. Ezt nem pakoltam ki, vagy mi történt itt, gyerekek? Hogy valamelyikek jobban tolnak, én ezt nem tudom felfogni, hogy ez hogy van. De ez is üres már. Na, egy 13 milliónk azért lesz.
kezdésnek, az nagyon nem rossz. Bár nagyon drága gépek is lesznek ott már. De legalább azért neki tudunk állni valaminek. Azért 13 millióból azért lehet majd valamit kezdeni magunkkal. Jó tojás! Jó tojás! Úgyhogy ha valaki tud nagy tyúkolat, mert azért az nekem egy tetszik ez a tyúk dolog. Mindenképp nem csak simon mezőgazdaságot is akarok, hanem a tenyésztést is azon a mapon is. És azért ez egy nem rossz üzlet. Jó, ez már régen kifogyott, úgy látom. Ugye amik kifogytak előbb, azok nem is termeltek. Jó, és akkor már csak ez az egy van, ugye. És konkrétan kifogytunk. Meg megnézzük még akkor a birkákat. Jó, akkor ez ugye megvan. Ezzel végeztünk is, megnézzük a birkákat. Összekapjuk a... Amúgy hamsterre is össze lehetne szedni a üvét. Azt néztem. A füvet, látjátok? Ott végig lehetne hamsterre, nem menni ilyen helyen. És akkor simán működne ez. Oké, okay, valószínű nincs vízük, vagy bármi, ugye, amiatt már nem termelődtek. Hát nem baj, a maradékot eladjuk, oda lényeg, hogy... Igen, egy 13 milliónk lesz. És pontosan ugyanannyival fogunk kezdeni. Mivel nem viszünk át semmit, ezért nem lesz költsége a szállításnak. Azért ebből még jön egy kevés pénz, ebből szerintem még egy fél millió. Ja, nem fél fel több, oké. Jó ez. Na, kifogyottuk, még ebben van. Oké, van, nincs. Na. Rakom. És még a maradékot összeszedem gyorsan. Hoppa. Akkor már a maradék legyen összekapva. Pillanat, gyerekek, bocsánat, hogy ezt így csinálja ki. Egyébként sajnos tényleg az lagolt ott leginkább a gépek, és nem az ólak. Az ennyi sinnyi bőven kibírja ugye ezt a sok ólat, nem is tudom mennyi van már, 20 sok. Sajnos az idővel van baj. Amikor sok a géped. Na srácok, 13,5 millióval fogok menni. Oké, okay. Jó lesz az gyerekek nekünk? Szerintem jó lesz az nekünk. Elhagyjuk a helyszínt, és akkor már az új mapon, holnap reggel várlak benneteket. Szerintem nagyon fog nektek tetszeni, 13,5 milliót fogunk vinni. Mondjuk 13 ezerbe kerüljön akkor a... akkor az utazás. Jó, 13 ezer euróba kerüljön az utazásunk. Ugye minden ki van ürítve, erről ezt akartam, hogy konkrétan ne legyen. Jó. Jó, srácok, 13,5 millió.
annyival fogunk nekivágni akkor a következő napnak. Köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, sziasztok!